reggelt kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm Önöket a Csermák Antal Zeneiskola hagyományos adventi hangversenyén. Mielőtt elkezdenék műsorunkat, engedjék meg, hogy átadjam a szót Uher Bertalan intézmény egységvezetőnek, hogy személyesen is köszönhesse Önöket. Jó estét kívánok én is, szeretettel köszöntöm Önöket a Zeneiskola nevelőtestülete és valamennyi dolgozó nevében. Rögtön kérjem az elnézésüket. Nekünk nagy örömünkre szolgál, hogy ilyen szép számban eljöttek, de nyilván ez kényelmetlenséggel is jár. Megígérem, hogy nem leszek hosszú, és a műsort is úgy állítottuk össze, hogy egy normális, elviselhető időtartammal le fog zajlani a hangverseny, tehát akinek nem jutott ülőhely, az remélhetőleg ki fogja bírni a koncert teljes időtartama alatt, hogy ő meg tudja tekinteni a műsorszámokat. Az, hogy eltelt egy év, ugye általában onnan tudjuk, hogy közeleg az advent, ezt követ ugye a karácsony, az advent a készülődés időszaka, egyre hosszabbak az esték, egyre korábban sötétedik délután. Mi is meggyújtottuk itt a Zeneiskola nagy termében már a fényeket, ugye gyertyákat nem gyújthatunk nyilvánvalóan, de a fényeket meggyújtottuk azért, hogy a hosszúra nyújt sötét délután egy kis fénnyel töltsük meg, megvilágítsuk egyrészt a színpadot, másrészt a gyerekek mosolygós arcát, akik örömmel készültek, hogy önöknek egy körülbelül egy órás koncerten az adventi készülés közben egy kis kikapcsolódást, pihenést, és hát utolsó sorban örömet okozzanak. Azt kívánom önöknek, hogy ez a kis koncert, az ezt követő beszélgetés a gyerekekkel örömet okozzon, készülődjenek családi körben a karácsonyra, és szeretettel várjuk Önöket a következő koncertünkre a jövő héten is, amikor a Veszprém Egyetem aulájában a nagy karácsonyi koncerten az iskolánk nagy együttesei fognak hasonló körülmények között egy ugyanilyen koncerten Önöknek, illetve hát akik még eljönnek majd, de nyilván ott jóval nagyobb közönségre számítunk, nekik is műsorra kedveskedni. Nem is szeretném itt fenntartani Önöket, a színpadra szólítjuk a kürtösöket, akik megnyitják a koncertet, egy jó szórakozást kívánok Önöknek, és így előre is kellemes karácsony ünnepeket, és ha addig nem találkoznánk, akkor boldog új esztendő, de bízom benne, hogy még azért karácsony előtt fogunk összefutunk valahogy, legalábbis az egyetem aulájában. Még egyszer jó szórakozást kívánok, köszönöm, hogy meghallgatták. Versenyünkön már hagyomány, hogy az első műsorszám az iskola kürt kórusa. A 2002-ben alakult együttesben a kürt tanszak valamennyi növendéke részt vesz. Mai műsoruk Nagy Halali vadászfanfár, Jingle Bells és Beethoven örömóda. Az együttest felkészítette Kocsis Attila. Fogadják szeretettel! Thank you.
Most következő zeneiskola növendékekből alakult Iris kis együttes 9 éve működik. Az együttes a jazztől a klasszikusig sokféle stílusú művet szerepeltett repertoárján, és számos felkérésnek tettek eleget a közelmúltban is. Rendszeresen fellépnek városi és megyei gálahangversenyeken, ifjúsági és gyermekprogramokon. Mai műsoruk Gounod Ave Mária, Bródy János Betlehemi királyok és Wolf Péter Ave Mária. A Csermák kórust Erdélyi Ágnes tanárnő készítette fel. Az együttes vezetője Békei Natália. Thank you.
Timár Veronika és Kusnér Anna előadásában. A duettet felkészítette Völler Adél. Zongorán közreműködik Onofernő Kecskés Judit.
Ütött asszak növendékei állandó fellépői az ünnepi alkalmaknak, de színvonalas műsorokkal sokszor szerepelnek iskola rendezvényein, koncerteken és hangszerbemutató hangversenyeken. Ebben az évben is két ütőhangszeres formáció képviseli a tanszakot. Elsőként Sipos Csaba tanár úr növendékei következnek, Kolarics Márton és Kövesi Bálint előadásában egy ős bemutatót hallhatnak. Lakatos Orsolya duó vibrafonra és marimbára. Majd Szerdahelyi Károly tanár úr tanítványai lépnek színpadra, Dvorzsák humoreszk. Fogadják szeretettel! Thank you.
Következő fellépője a Lovasi zenekar. Az együttes egy éve alakult, lelkes lovasi gimnazista növendékekből. Mai műsoruk Jávori Ferenc Ser és Csajkovszki Tündérek tánca. Az együttesben közreműködik Cinkili Zsuzsa, Tergovicsi Üveges Piroska és Onofelné Kecskés Júli tanárnők. Az együttest felkészítette Keviszek Zuber Éva. Thank you.
A hangszeres produkciók után most ismét az énekszói lesz a főszerep. Iskolánk magánénekes növendégei Vivaldi Magnificat című művéből a Szigott Lókutus tercettel készültek. A kórus tagjai név szerint Almásiné Bartlő Katalin, Tüskés Bernadett, Kovács Babett, Kreska Ágnes, Pálinkás Rita, Németh Csaba, Kis Zoltán és Bíró Kristóf. Felkészítő tanárai Ötvös Károly, Ötvös Cseke Noémi és Gergely Hajnalka. Zongorán közreműködik Györfi Judit. Thank you.
Következő formáció minden évben az adventi hangverseny alkalmából áll össze a vonós tanszak növendékéből. Az elmúlt években már hallottunk tőlük R&B és sok átiratokat, mai koncertükön pedig a soul világába kalauzolnak el bennünket. Műsoruk Kool & The Gang Celebration és Earth, Wind & Fire September. Közreműködik Pitu Gábor, billentyűs hangszer, valamint Bárány Jordán ütő. A felkészítésben segítettek Hergovics Kine Üveges Piroska, Kordon Klára, Keviszek Zuber Éva, Szabó Csilla, Tóth Péterné, Zalavár Istvánné és Sikos Csaba. Külön köszönet Bárány Zsuzsanna, Borna Katinka és Csaba Ágnes tanárnőknek. Az átiratot készítette és hangszerelte Füke Ákos. Következik tehát Füke Ákos Celebration szeptemberben.
Mai hangversenyünk utolsó műsorszámaként iskolák népzenei együttese következik. Ma esti műsorokban felhangzik Betlehemes dallam Somogy megyéből, Szatmári kalotaszegi muzsika, és a mindenki által ismert Betlehem, Betlehem. Előadják a népzene tanszak növendékei, valamint Farga Tamás nagybőgős, iskolánk egykori tanulója, és Farádi Tamás bácsás. A műsor létrehozásában közreműködött Mosdényi György és Mosdényiné Parai Mária. Az együttest betanította Pódi Serika.
szereplő gyerekek, mind a tanár kollégáim nevében, hogy jelenlétünkkel értékesítették mai hangversenyünket. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindazok támogatását, akik a Csermák bérlet vásárlásával és adományaikkal lehetővé tették hangversenyük színvonalas megrendezését. Külön szeretném megköszönni Király Spengler Zsuzsannának az gyönyörű díszletet, amivel segítette hangversenyünket. Kérem, ha tehetik, tartsanak velük jövő hét szombaton is, december 13-án, bérletsorozatok második hangversenyén a Pannon Egyetem aulájában, melyen iskolánk nagy együttesei lépnek majd fel. Végezetül az iskola tanári kara, dolgozói, szülői munkaközössége és növendékei nevében kívánok mindannyiunknak békés, boldog, meghitt karácsonyi ünnepeket. A most felcsendülő, a Kis Jézus Megszületett című karácsonyi éneket a Népzenei Együttes közreműködésével szeretném, ha velük együtt énekelnék. Köszönjük a figyelmet!